Hazaérkezett Kongóból a harmadik orvosmisszió, és dr. Pongrácz Mária marosvásárhelyi családorvos, valamint Pató Zsolt, az Afrikai Magyar Egyesület elnöki megbízottja a vendégeim, mert hogy nagyon friss még az érkezés. Szerdán? Szerdán délután érkeztünk, igen. Szerdán és a délután. Sérülés, az már kevésbé friss? Az a kevésbé vagy friss, vagy 4-5 nappal az előtt. De ez nem veszélyes helyzetből adódott, hanem egy szimpla félrenézés. Nem háborús sérülés. Ettől függetlenül az ember azért megijed, amikor kint ilyenfajta sebet szerez. Igen, tehát az első, ez egy nagyon... Igen, tehát por nagyon-nagyon piszkos volt, de szerencsére a kollégák elláttak, és volt mivel, tehát jó kezekben voltam. Jó kezekben voltak az ott élők is? Hát ezt a kérdés mondjuk. Azt hallom Zsoltól, hogy nagyon lelkes három. Hát a lelkesedésünk és a felelősségérzetünk az nagy volt, és nagyon reméljük, hogy tudtunk segíteni, és hasznát vették az ott létünknek. Készült statisztika arról, hogy hány embert láttak el? Igen, de ezt minden nap azért, mert vezettünk egy nyilvántartási füzetet, ahova beírtuk a betegek nevét, korát, diagnózisát, és a kezelésnek az irányelveit. Összesen 12 vizsgálati nap alatt megnéztünk 2280 beteget, ami egy jó átlagot jelentett. Nem unatkoztunk, ami egy napi jó átlagot jelentett, 190-200 beteget. Mi a legfőbb gond? Legtöbb betegség? A legtöbb betegség a piszatból, a szegénységből, a rettenetesen elmaradottságból adódik, tehát a szennyeződés. Igen, a szennyeződés a legfőbb oka. Alultápláltság, hát majdnem táplálék nélküli életvitel, tehát nem is alultápláltság. Rettenetesen le vannak a gyerekek, az állapotuk nagyon-nagyon-nagyon rossz, tehát az a csoda, hogy egyáltalán túlélik a betegséget. Szívósabbak, mint valószínű kialakul egy ellenállások, egy élet, alkalmazkodások az életkörülményekhez. Milyen az orvosi ellátások amúgy, vagy olyan helyekre jutottak el, ami ugye tudjuk, illetve lehet, hogy nem sokan tudják, hogy Afrikában azért ez a kis tanya rendszere jellemző, vannak olyan erdők mélyén kis néhány házból álló tanya, ahol aztán nem is tudja az ember, hogy tudják-e, hogy ott van? Igen, egészségügyi ellátás gyakorlatilag nem létezik. Valószínű elméletben valahol fel van tüntetve, de gyakorlatilag nem létezik. Éppen ezért mi ezekre a kis tanyákra igyekeztünk eljutni, kisebb településekre, a hadiszállásunktól kb. 30-40-50 kilométeres távolságban. Ezeken a helyeken tudomásunk szerint évek óta nem járt semmilyen egészségügyhöz értő, vagy valamilyen információval rendelkező személy. Bizonyos helyeken azért voltak úgynevezett szanitészek, tehát egészségügyi ápolók, akik bizonyos eszközökkel és bizonyos ismeretekkel rendelkeztek. Voltak veszélyben? Mert hogy ugye Kelet-Kongóban nem tudom mennyire érezhető, vagy most elültek a harcok, mert az utóbbi időben nem nagyon jut el ide hír és információ. Veszélyezetünk nem volt, mivel mi az ENSZ békefenntartó egységének a kísérete alatt közlekedtünk, és úgyis dolgoztunk, tehát ők tartották körülöttünk fel a rendet. Hírekből hallottuk, hogy itt-ott a lázadók és igen, meg a kormány katonái is találkoznak, összetalálkoznak, viszont lövéseket, sortüzeket hallottunk napközben is, éjszaka és este is, de általában ezek nem személyre irányodtak, hanem inkább a rablás, az élelemszerzésnek az megijesztése is, és ennek igen, arra jött, tehát inkább levegőben voltak a sortüzek. De maga a közhangulat az még mindig olyan, tehát a gyerekek abban a pillanatban, ha meghallották, hogy egy puskalövés van, azonnal futottak mindenki, anyák, a nők is, és a gyerekek is félnek, tehát félnek. Én azt gondolom, hogy most már egy a harmadik misszió után azért elégedett lehet az AHU. Hát elégedettek vagyunk, mert megint megismertünk három fantasztikus embert, hagyd mondjam el itt a másik két doktornő nevét is, dr. Veréb Ilona, a szegedi mikrobiológus szakorvos, és dr. Nagy Andrea, diósdi tüdőgyógyász. Olyan csapatot alkottak, és olyan egyéniségek voltak, amit fémjelz például az, hogy vasárnap is akartak dolgozni, és egyedül a katonai biztosítás, a katonai pihenőnap miatt nem volt erre módjuk, hiszen be kell ott tartani tényleg szigorúan a biztonsági előírásokat. Katonák nem voltak hajlandók vasárnapokat kísérni. Tehát minden pillanatot ki akartak használni, és én most másfél napja tartom
újra kapcsolatot velük személyesen, és rengeteg történetet ismerek, valóban fantasztikus emberek, és ez inspirálja az Egyesületet. Ahogy Balogh Sándor elnök úr elmondta a reptéri fogadáson tegnap előtt, hogy tervezünk 4., 5., 6. és 56. missziót is, és ehhez csak röviden elmondanám, hogy mire van szükségünk, hasonló emberekre, mint a Máriájék jelentkezésére. Vagy most... akár visszamehetnek? Elképzelhető? Még ez is belefér. Ezt nyilatkozták is egyébként a reptéren már, hogy fordulnának is vissza, hiszen látják, hogy mennyire sok ember maradt még ellátatlanul, hiába, hogy ők reggeltől estig valóban dolgoztak. Ezért egyébként 4. missziót már szervezzük, úgy néz ki, hogy szeptemberben is tudjuk majd indítani, és ehhez továbbra is várjuk az önkéntes orvosok jelentkezését, hiszen szükséges még emellett a gyógyszer, felajánlások is, amit az orvosok együtt ki tudunk küldeni, és ami nagyon-nagyon fontos, és ebből van legkevesebb sajnos, az a pénzbeli felajánlások, hiszen a missziónak van egy költségvetése, és ezt szeptemberig meg kell teremteni, sőt a jelentkező orvosok segítségét is kérem ehhez, és itt hagyd mondjam el azt, hogy bárki magánemberrel beszélek, támogató vagy potenciális támogató vagy cégvezetővel, hiszen én folytatok ilyen tárgyalásokat. Mindenki nagyra becsüli ezt a munkát, ezeket a konkrét eredményeket. Viszont sajnos az a válasz, hogy a gazdasági helyzet az egyéni céges problémák miatt tavaly ilyenkor nagyon sokan adományoztak volna erre a konkrét célra, az orvosok kijuttatására, de most ez viszont nagyon megnehezült. Mi ennek ellenére nem adjuk föl, továbbra is szeretnénk kivinni orvosi missziót, amíg az orvosok biztonságban tudnak kint dolgozni, és tudnak valóban segíteni ezeken a szerencsétlen embereken, addig indítunk missziót, és ezt a honlapunkon, ezen, hogy ez összejöjjön. És a honlapunkon a www.au.hu-n keresztül mindenfajta adományozási információt, orvosi képeket, orvosi beszámolókat olvashatnak. A blog és a beszámoló. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük.